Viszontlátásra. Írta Judith Krantz. Szereplők: Michael York, Szakácsi Sándor. Courtney Cox, Orosz Helga. Maya Sara, Kis Erika. Lucy Guthridge, Vándor Éva. Hugh Grant, Lippai László. Charles Shaughnessy, Kautsky Armand. Maxwell Caulfield, Rékasi Károly. John Wickery, Csankó Zoltán. Barry Bostwick, Vas Gábor. Bruce Boxleitner, Felföldi László. Dennis Ant, Kránic Lajos. Juliet Mills, Hacser Józsa. Zene, Vladimir Kozma. Hansel család 10 nemzedékének nyújtott otthont. És itt született Franciaország egyik legjobb pezsgője. Emlékszem, hogyan terült szét a kastély árnyéka az udvaron, amikor először lovagolt. Fényképezte Alan Hume. Tökéletes szüretidő volt, és különlegesen jó terméség érkezett. Előző éjjel esett, és a dúsztőkéken nedvesen csillogtak a tömött fürtök. Paul előttem lovagolt szokásos büszke tartását. Rendezte Charles Gerrod. 41-t töltött esztendő, és 2 háború van a hátunk mögött. 2 csodálatos lányunk született. Istenem, mennyi emlék rohan meg egyszerre. Eszembe jut lánykorom Dijonba. Kisasszony, ha nem arra nyugtan, képtelen vagyok elkészülni az igazítással, és nem ér haza időben. Az édesanyja rettentően mérges lesz. Elnézést, asszonyom. Azt mondta, Grionékat várják tejára. Jaj, Louise, láttad azokat a tangótáncosokat a királyi színházból? Hát nem csodálatosak voltak? Annyira szeretnék elmenni este a színházba. Egy fiatal lány egyedül a színházba, illetve. Igaza van a hölgynek, kisasszony. De mihelyt férjhez megy, azt csinálhat, amit akar. Persze csak a férje hozzájárulásával. Férje? Itt vannak. Roger Grillon olyan jóképű. Igazán szerencséje van. Híres orvos lesz belőle, olyan, mint a kisasszony édesapja. Jaj, Louise, rettegek attól az élettől, amit az anyám él. Semmi változatosság, legfeljebb a cipődivatban. Engem egy cseppet sem érdekel, se a házasság, se Roger. Én inkább misszionárius lennék, ápolónő, szifrazsett, vagy mit tudom én. Rosszabbat is kifoghatott volna, mint az ifjú Grillon. Már maga is kezdi? Én ezt nem értem. Mi olyan kívánatos benne a hatalmas vagyonán kívül? Maga is azon a véleményen van, hogy bárki, akinek megvan a 2 keze, 2 lába, nincs bibircsóka és elég gazdag, már megfelelő férj is egyben. Már csak én találnék valakit. Bibircsókos is lehet. Tanárul véleménye szerint olyan hangod van, mint egy operaénekesnőnek. Köszönöm, asszonyom. Úgyhogy, Eve, feltétlenül énekelned kell nekünk valamit. Énekelj, majd én kísérlek. A bohém életet gyönyörűen énekled. Valami kevésbé komora, drágám. Thank you.
show the way how and whisper in your ear. A lazy tango, a love fandango. Your arms around me, you found me and I'm here. Just hear the sound of the music, my heart feels the rhythm. I'm driven along with this song. A viselkedésed megbocsáthatatlan. Egyáltalán nem csodálkoznék, ha Grionék lebeszélnék a fiúkat házassági szándékáról. Az a jó! Térjészhez! Bármelyik okoslány mindent odaadna azért, hogy Roger Grionhoz mehessen. Nem bírom elviselni. Semmi remény rá, hogy másképp szerezek örömet nektek. Hát erre születtem én. Menj a szobádba. Úgy viselkedsz, mint egy gyerek. Ha az a felnőttség, hogy azt kell szeretni, amit utálok, akkor inkább nem is akarok felnőtt lenni. Nem értem, miért menjek férjhez, ha egyszer nem akarok. I dream of you, my dream rendezvous. Night skies turn blue, rendezvous. Túl sokan vannak, biztos észrevesz valaki. Softly you sigh as I look in your eyes. Remember this one last kiss goodbye. When can we meet once again this way? Dearest sweet girl in the whole wide world, I dream of you, my love rendezvous. My heart beats true. Na hát, most már én is azt mondom, hogy érdemes volt eljönni. Ezt nem fogom elfelejteni soha. Tessék! Jules, adj egy jó nagy törülközőt. Dijon hőhullámban. Dupla gázsit kellene adniuk. Nincs is kedvem fellépni többet. Uram, ön fenséges volt. Fenséges? Nem túlzás ez egy kicsit. Köszönöm, kisasszony. Ahogy ön énekel, én még soha nem hallottam ilyen ragyogó, ilyen csodás hangot. Üljön le oda egy kicsit, ameddig befejezem az öltözködést. És vegye le a kalapját. Nem látom az arcát ettől a szénabogjától. Kérem. Úristen. Úgy. Így jobb, nem? De igen, uram. Így jobb. Hívjon csak Allennek. Igen, Allen? Így jobb. Hogy szólíthat Allennek, mikor még be sem mutatkozott? A nevem Eve. Allen, Claudette-re rájött a hoppári. A szokásos, tudod? Azt mondja, nem megy ki a színpadra. Talán te tudsz vele beszélni. Allen, kérlek. Ígérje meg, hogy visszajön. Meg kell ismernünk egymást. Eve.
Mindig elkerüljük egymást. Kisasszony! My heart beats true. Megint itt van. Már harmadszor ezen a héten. Nagyon helyes. A tűzzel játszol, Alan. Ezzel nem lesz könnyű dolgod. Érzem. Emlékszel arra kiskorú lányra Lyonban? Úgy kellett elszökni a városból. Legközelebb nem biztos, hogy sikerül. Elég a vénasszonyos károgásból. Estéről estére, hogy megnézzen, és még mindig semmit sem tudok magáról. Kivéve, hogy árva és egy cipőüzletben dolgozik. Kezd nagyon egyoldalú lenni ez a mi barátságunk. Barátságnak nevezi, ha egy lány minden este ide rohan a város másik végéből, hogy lássa magát. Ez barátság? Hát, ha maga úgy gondolja, akkor biztosan az is. Ne csinálja ezt vele. Mit? Úristen, hogy tud kacérkodni? Eve, tegye a szívemre a kezét. Azt hiszi, mindig így ver. Azt hiszi, kibírom a közelében anélkül, hogy megcsókolhatnám. Hát esetleg megcsókolhat. De hogyan csókolhatnék meg egy lányt, aki keresztbe font karral ül előttem, és a térdét olyan szorosan összezárja, mint egy apáca növendék? Sohasem csókoltam meg férfit. Gyere el velem a szállásomra. Nincs messze. Biztosíthatlak. Teljességgel tisztességes hely. Nem lehet, nem szabad. Ne félj. Bízhatsz bennem. Ó, Alan. Én becsaptalak téged. Hogy becsaptál? Azt mondtam, árva vagyok. Nem igaz. Az apám Dijon leghíresebb orvosa. Anyám férjhez akar önni egy ostoba fiúhoz, csak azért, mert gazdag. De én nem szeretem. Téged szeretlek. És tudom, a szüleim megértenének, ha megismernének. Egészen biztosan tetszenél nekik. Kérlek, gyere el hozzánk ma este, ismert meg őket. Holnap. Igen, holnap. A számlát. Ébredj fel, Eve. A szomorúság nem illik ehhez a ruhához. A ruha nagyon szép, asszonyom. De csak a mosolyog benne. Ah, igen. De ahhoz az kellene, hogy olyanhoz menjek, akit szeretek. Thank you.
Hova ment? Miért nincs az öltözőjében? Elment. Az édesanyja hirtelen meghalt, délután jött a távirat. Az esti vonattal megy Párizsba temetésről intézkedni. Hol lakik? Adja meg a címét, hamar! Hol találom meg? Sajnos, ezt én nem tudom. Nem mondta meg. Kérem! Nem tudom, sajnos, nem. Hol van a párizsi vonat? Ott! Indulás! Teljesen elment az eszed. A következő állomáson leszállsz. Soha többé nem hagylak el. Visszamégy, gondolj a családodra. Mit érdekel téged a családom? Nem értesz semmit. Menj vissza a gazdag vőlegényedhez, én nem vehetlek el. Nem érdekel a házasság, gyűlölöm még a gondolatát is. Nem várok tőled semmit, csak veled akarok lenni, ennyi az egész. Drágám, látta valaki, hogy utánom jöttél? Beszéltél rólam a családodnak? Senkinek. Azt sem tudják, hogy a világon vagy. Csak mi vagyunk. Gyere. Ó, elnézést, eltévedtem. Ha végeztem az elintéznivalóimmal, eléd mehetek a színházhoz. Nem, nem, a próba után ma kártyaparti lesz délután. Megint? Ne nyaggass! Nem tölthetjük az egész napot szerelmeskedéssel. El kellene menned orvoshoz. Hagyj már békén. Ja, igen. Vegyél valami ennivalót a pókerezéshez.
bocsánat. Olyan szépen énekel, hogy egész elfeledkeztem magamról. Elnézést, elnézést a zavarásért. Én nem is gondoltam rá, hogy más is hallja. Sokszor hallgattam már, és mindig nagy élvezettel. Ön igazán kedves hölgyem. Kedvesem? Szomszédok vagyunk, vagy nem? Szólíts Viviennek, meghívlak ma ebédre. Itt az ideje, hogy összeismerkedjünk. Szívesen átmegyek, Vivien. Egy lelket sem ismerek Párizsban. Jó. No és hogy tetszik Párizs? Szerintem a legcsodálatosabb város az egész világon. Az emberek, a bulvárok, az örökké mozgalmas élet, imádom! Az egészségedre iszom, légy mindig boldog, és köszönöm neked. Nekem mit? Könnyeket csaltál a szemembe, azokkal a kedves dalokkal. Az Orfeumba telt az életem, de ma már legfeljebb csak nézőként. Kedves Vivien! Ó! Azt hiszem, még nem találkoztam a kedves barátnőjével. Ív, az úr Félix Perron. Örvendek, hölgyem. Nem jó üzlet egy ilyen ismerős távol tartani tőlem, Vivien. Kisasszony, ön rendkívül bájos, sőt, gyönyörű. Remélem, hamarosan láthatom. Majd benézek magához, hogy megbeszéljük az időpontot. Milyen üzletről beszélt ez? Előfordul, hogy egy-egy úriember esti programjához a reprezentatív földtársaságát keresi. Imádnak csinos nőkkel mutatkozni, mint tudjuk. Én szoktam javasolni megfelelő kísérőt számukra. Nem hangzik nagyon romantikusan. Nem az. De jól megadják az árát. Szóval tavasszal elkíséred Ellen turnéra. Igen, de nagyon aggódom miatta. Rengeteget dolgozik, és egyre jobban köhög. Iszonyú hideg tél volt. Én jól ismerek egy jó orvost. Majd elintézem, hogy megvizsgálja. Ah, köszönöm. Vigyázzon rá, kérem. Ellen! 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 Kérem, kisasszony! Ellennek tüdőgyulladása van. Bent kell maradni a kórházban néhány hétig. Menj haza Dijonba. Párizs nem magányos lányoknak való hely. Higgy nekem, Ív. De én szeretem őt, Vivien. Nem akarom itt hagyni. Pénzt kell szereznem a kórházra, máskülönben közkórházba viszik. Én szívesen adok kölcsön. Nem akarom. Elmegyek dolgozni eladónak vagy a telefonközpontba. Rengeteg lány keres hasonló állást Párizsban. Mit szólnál, ha... Nem. Megvan a megoldás. Ezzel a hanggal esetleg fel tudlak vetetni a kórusba, Barbizonba, az Orfeumba. Vivien! Ah, Jacques Charles. Na, lássuk. Lássuk, milyen ez a te felfedezetted. Ív! Ebben a ruhában minden esetre elég feltűnő jelenség. Kisasszony, ha szabad kérnem, kezdje el! Thank you.
Hogy tudtad eddig eltitkolni? Szóval maga még sohasem lépett fel közönség előtt, kisasszony. Sohasem, uram. Úgy látom, elnyerte Jacques úr tetszését. Az igazat megvalva, ennél egy kicsivel többről van szó. Meggyőződésem, kisasszony, hogy önből sztár lesz, csak idő kérdése. Higgy el! Sztár? De én... Miért nem ez az álma? Talán nem ezért jött ide ma? Én dolgozni szeretnék, uram. Nem kergetek álmokat. Az ív nem színpadra való név, sajnos. Ki kell találnunk valami más nevet? Nincs másik keresztneved? Madeleine. Madeleine. Medi. Medi? A Barbie zomba? Vivien őrült, ha azt hiszi, hogy valaha is profi énekes leszel. Ez teljességgel lehetetlen. De valahogy csak kell pénzt keresnem, hogy kifizessem a számlákat. Charlotte-nak tetszettem a meghallgatáson. Ő lát bennem lehetőséget. Charlotte úrnak tetszettél? Te ribanc! Oh, kérlek! Még nem szabad felkelned! Nagyon gyönke vagy! Maradj ott! Nem, nem, maradj! Maradj! Nem. Azt hiszed, nem tudok, mivel foglalkozik Vivien? Oh. Beszerzett magának egy friss csirkét. Nem énekes kell neki. Tudom én, miért sikerült olyan fényesen az a meghallgatás. Azért, mert ránézésre tudják, hogy jó vagy az ágyban. Akkor most az enyém leszel még mielőtt az a sok pénz, ha már átmegy rajtad. Gyere! Menj vissza Dijonba, te kurva! Gyönyörű vagy! Ha meghódítod a párbizony közönségét, Medi, aztán egész Párizst! Miért vagy olyan rossz kedvű? Tudod miért? Allen hazajött, de kizárt a lakásból. Tudom, bolondnak tartasz, de mikor még mindig szerete. Biztos, hogy nem gondolta komolyan azokat a szörnyűségeket. Csak a betegség tette. Tudom, hogy szeret. Tessék! Elkészült, Medi? Nem, uram. Iszonyúan félek. De azért kimegyek. Search all their life. I feel that my turn has come to reach high into the sky. And finally, a star shines on me. Finally, I can touch eternity. My life will never be the same. My I feel the sun in me. When you return, you'll see a change. Some people search all the time. They're looking.
And finally, a star shines on me. Finally, I can touch eternity. My life will never be the same. And love has come to me again. Endless horizons glow and show me all I need to know. Our lives will never be the same. My love, an everlasting flame, burning for you alone. When you're with me eternally, in love. Függöny! Azonnal öltöz fel. Hogy találtál meg? Egy magándetektív megtalálta Alain Marie-t. 5000 frant adtunk a kedves csábítódnak, hogy szakítson veled és küldjön vissza hozzánk. Micsoda egy rongyalakot találtál magadnak? Öltöz! Nem! Már nem vagyok kislány, akinek parancsolgathatsz. Én nem megyek vissza Dijonba. Így látszik, sokkal mélyebbre süllyedtél, mint gondoltuk. Nem vagy a lányom többé. Mit keresel itt? Azt hiszem, világosan beszéltem. De ha már itt vagy, készíthetnél nekünk valami ennivalót. A barátaim szívesen ennének valami jó francia fogást, mielőtt harcba indulnak a németek ellen. Mi van veled? Mit művelsz? Ezeket én vettem. Lassan a testtel. Nagyon olcsón adtál el. Az első világháború, 1915.
kocsiból! Fedezékbe! Azt mondták, hogy még nincsenek harcok! Felelni meg őket! Vagyunk. A megmentésünkre jöttek? Maga megőrült? Egyáltalán kik maguk? Mi a fészkes felét keres itt egy nő? A hölgy énekesnő a hadsereg szolgálatába áll, uram. Éppen előadásra igyekeztem Festuberbe. Festuberbe? Igen, énekelni a katonáknak. Gratulálok, kisasszony. Az épp az ellenkező irányban van. Átjött a németek oldalára. Ráadásul a csapatom felfelé nyomul holnap. Most már kénytelen lesz itt éjszakázni. Közölje a főhadiszállással, hogy egy újabb német egységet küldtek. Igen, uram. Bravo! Kisasszony, nem tud valami angol katonadalt? A Picardi rózsáit természetesen. És a Tipperary-t. Ezek a legnépszerűbbek. Nem tudja véletlenül azt, hogy viszontlátásra. Ezt? Igen. Kérem. When the clouds roll by, I'll come to you. Then the sky will seem more blue. Down in Lover's Lane, my dearie, wedding bells will ring so merrily. Szentfrejkúr kastély. Csengetett, asszonyom. Kérem, vigye vissza a kicsit a gyerekszobába. Brunónak teljesen olyan a szeme, mint a tiéd. Anyám is ezt mondja. Csodálatos kisfiú. A mi családunkban minden gyerek csodálatos. Belebetegedtem a gondolatba, hogy talán nem is látod soha a gyereket. Mi lett volna velünk, ha elesel? Háború van. Azt tettem, ami a kötelességem. Szükségem van rád, Paul. Voltak éppen te diplomata vagy, Paul. Ezáltal előnyös a helyzeted. Nincs szükség rá, hogy a hadseregben szolgálj. Az a baj, hogy én másképp vélekedem erről.
Egyébként este már vissza is kell mennem a csapatomhoz. Ez az ostoba háború. Halljanak meg mások. Ide hívottam Penrumrot. Arra kértem, hogy próbáljam meggyőzni. Jó kapcsolatban van a miniszterrel. Franciaország jövője a diplomaták kezében van, százados úr. Ahogy az imént a Márkiné is említette, önnek nem a harcvonalban volna a helye, ahol az életét kockáztatja. Hanem hol a helyem? Az ön helye a felesége és a gyermeke mellett van. Könnyen el tudom intézni. Ön előtt fényes karrier állna a külügyminisztériumban. Hamarosan nagykövet lehetne. Vajon miért tenné kockára mindezt, mondja meg őszintén. Igaza van Félixnek. Térj észre. Nem. Belepusztulok, ha még egyszer itt hadsz. Könyörgök, maradj itthon, szükségem van rád, itt a helyet között. Nem lehet! Laura! Ezt akartad? Amióta a kicsi megszületett, betegre aggódta magát szegény. Képtelen vagy felfogni, hogy feleséged és gyermeked van? Másnak is van felesége és gyereke. Nézd rám, Paul! Ha elmégy, megölöm magam. Laura, azonnal tedd le, az nem játék! Párizs két évvel később. My life will never be the same, and love has come to me again. Endless horizons glow and show me all I need to know. Our lives will never be the same. Egy katonatiszt vár odakint. Azt mondja, ismer. Hogy hívják? Nem mondta. Francia vagy angol? Természetesen francia. Másképp nem engedném, hogy háborgasson. Küldje be! Elnézést. Hogy zavarni merészelem, kisasszony. Egyáltalán nem zavar. Én nem tudtam, hogy ki maga, de ma, amikor meghallottam énekelni, az első hang után felismertem. Emlékszem. Két évvel ezelőtt. Igen. Persze. Amikor abban a pajtában éjszakáztunk. Hogy is felejthetném el azt az éjszakát? Maga elaludt, miközben énekeltem. De a hangja velem maradt. Hogy hívják, ezredes úr? Paul de Lancel. Medi. Meghívhatom vacsorára ma este? Persze. Hiszen már régi ismerősök vagyunk, ezredes. Odakint megvárom. De, ezredes úr, valamit meg kell ígérnie. Amit csak kíván. Most nem fogja azt mondani, hogy őrült vagyok? Azt reméltem, már elfelejtettem, milyen megbocsáthatatlan goromba voltam. Épp ellenkezőleg. Nagyon is emlékezetes volt számomra az az este.
17 éves koromban elszöktem Párizsba egy férfival, akit alig ismertem. Fülig szerelmes voltam belé. Hamarosan csalódnom kellett benne. A családom soha nem bocsátotta meg a szégyent. Apám kitagadott, és azóta se akar látni. És aztán kiheverte a csalódást? Igen. És vigyázok, nehogy még egyszer elkövessem ugyanazt a hibát. Jól teszi. Mostantól ugyanis legjobb lesz, ha elfelejti ezt az egészet, kisasszony. Azt mondja? Erre iszunk, Eve. Eve Cooder. Maga nagyon hozzászokott ahhoz, hogy parancsolgasson. Rengeteg ideje lesz, hogy hozzászokjon a modoromhoz. Igen? És kicsoda maga a de Lancel ezredes? Ím a Lancel szőlészet címkéje. Ezt a peskőt a családom készítette kifejezetten eme különleges este tiszteletére. Táncoljunk. Biztonságban érzem magam a karjai közt. Amikor abban a pajtában énekelt 2 évvel ezelőtt, én bizony azt képzeltem, hogy egyedül nekem énekel. Eve, hozzám jössz feleségül? Már több mint 3 órája, hogy bejöttél hozzám az öltözőbe. Úgy tudom, a katonák igen heves vérmérsékletűek. Miért tartott ilyen sokáig, míg megkérted a kezem? 2 évig tartott, amíg megtaláltalak. Ha? Ebben az esetben? Ebben az esetben? Igen, mondok, ezredes. Igen. Szegény kislányunk sírját. Gondolod, hogy most el akarja majd vinni tőlünk Brunót? Párizs még veszélyes hely. Szó sem lehet róla, hogy oda vigye. Egy nap vége lesz a háborúnak. Ragaszkodni fog a fiához. Ráérünk még ezzel foglalkozni. Majd, ha feltétlenül szükséges. Az istálóba. Igenis, uram. Uram! Uram, uram! Megjött a fia! Zsellőr! Mi ez a borzalmas lárma? Ez a háború leszoktatta a franciákat a jó modorról, én mondom. Ez a modortalan hangoskodó francia pedig nem más, mint a fiad. Hol? Anya, apa, engedjétek meg, hogy bemutassam. A feleségemet, Eve. Megnősültél? Nem is említetted a leveleidben, hogy ilyen terveid vannak. Mikor esküdtetek? 2 nappal ezelőtt. A háború első évének vége felé találkoztunk először, és azután csak a múlt héten újra. Eve Dijonból való. Szinte szomszédunk volt. Leánykori neve Cooder. Dr. Didier Cooder lánya? Ismeri apámat? Csak hallomásból.
Sok mindent meg kell még tudnunk egymásról. De az ebéd végére mi is tudunk majd annyit rólad, amennyit Paul. Most pedig felbontunk egy üveg pezsgőt. Te miért vagy ilyen bánatos? Ennek a lánynak nagyon rossz híre van. Emlékszem, megszökött hazúrról valami rémes alakkal. Szégyent hozott a családjára. Szegény Paul. Gyereke is van? Tudtommal nincs. Ami a legszörnyűbb, a hölgy énekesnő egy párizsi színházban. Énekesnő? Ez biztos? Egészen biztos, méghozzá befutott énekesnő. Híres, ahogy mondják. Hírhett, ahogy gondolják. Vége Paul karrierjének. Királyokkal is megesik, hogy énekesnőket vesznek feleségül. El is veszítik a trónt. Az ilyesmit nem bocsátják meg egy diplomatának. Ez egyszerűen nem fér a fejemben. Most, amikor sztár lettél, a háborúnak vége, nem sokára egész Franciaország a lábaidnál ever. A férjem mellett a helyem, Jacques. Azt hiszed, csak félredobhatod a sikert, aztán, amikor újra szükséged lesz rá, visszatérhetsz a színpadra? A maga felesége énekel a Barbizonban, Jacques. A feleségem? Kire gondolsz? Hát, ha volna felesége, és mondjuk ahelyett, hogy vacsorát készítene magának, esténként elrohanna a színházba. Délelőtt ruhapróbára, délután énekórára. Talán örömét lenné benne, hogy késő éjszakáig várjon rá, amikor már az utolsó lámpa is kialszik a Barbizonban. Nem. Biztosan nem. Egyetlen lány. Úgyhogy te megértesz, Vivian. Én ne érteném meg a szerelmet. Hol van Bruno? Sajnos most éppen Avignonban van, a nénikénél és az unokatestvéreinél. Nagyon szeret ott lenni. Azt hittem, tudom. De hiszen hetekkel ezelőtt megírtam, hogy jövök elbúcsúzni tőletek, mielőtt Ausztráliába indulunk. Nem tudok elmenni Avignonba, pedig meg kell értetnem Brunoval, hogy amint elrendeződik minden, őt is kivitetem. Nagyon sajnálom, Paul. Majd én elmondok neki mindent. Sajnos a feleségem nem tud lejönni a fogadásodra. Éppen gyengélkedik. Kérem, adj át neki üdvözletemet. Nagyon jó gyerek voltál, Bruno. Most mehetsz a szobádba játszani. Mi lesz? Visszajön? Biztos vagyok benne. Addigra már Bruno teljesen a mi gyerekünk lesz. Nem fogja érdekelni az apja, aki itt hagyta. Penrul megígérte, hogy míg távol vannak, folyamatosan gondoskodik a Lancel örökségről. Idővel
Bruno meg fogja gyűlölni az apját. Majd én gondoskodom róla. Kalifornia, 1930. Azután, hogy laktunk Ausztráliában, Afrikában és Kínában, inkább mentem volna a Fidzsi-szigetekre, mint ide. Azt mondják, hogy Suvának jó a klímája, de kulturális szempontból állítólag nagyon gyenge. Mégiscsak egy főváros, és én lettem volna a nagykövet. Itt meg továbbra is konzul maradok. Még csak 44 éves vagy. Még mindig túl fiatal, és túl csinos. Nem lehet a Fidzsi-szigeti lányok közé ereszteni. Azt hallottam, hogy képtelenek ellenállni a francia férfiaknak. Mit gondolnak rólunk a gyerekek? Ugyan, papa, kit érdekeltek? Sokkal érdekesebb látnivalók vannak errefelé. Azért mégiscsak nagy dolog, hogy most Los Angeles főkonzulja leszel, ugye? Bizony nagy dolog, Delphi. Napokba telt, még átjöttünk a másik parttól. Én inkább megtanulok repülni. Unalmas az a sok vonatozás. Remélem, vannak itt is lovak. Egészen biztos, hogy vannak, Freddy. Amerikában minden van. Legalábbis így mondják. Akkor jó. Ella Medál. Régi családi ékszerünk, Bruno. Édesanyád viselte halál a napjáig. És nagyanyád őrizte számodra élete végén. Edd fel, Bruno. Tartsd mindig magadnál, hogy emlékeztessen családunkra. A Szent Frejkú családra. És édesanyádra, aki olyan korán elment tőlük. Imádtuk őt, Bruno. Mind a ketten. Gyönyörű. Hát te? Miért vágsz pofákat? Freddy állítja, hogy 5 éves korában megígértük neki, hogy ha konfirmált, felülheti repülőre. Azt mondtam, hogy csak akkor megyek el konfirmálni, ha beleegyeztek. Na hát, ez túlzás. Vallási zsarolás, vagy mi? Nem, apa. De én sem tartom meg az Istennek tett ígéretemet, ha ti sem. Én nem ígértem Istennek semmit. Isten mindenről tud. Így tanultuk a ittanórán. Tényleg így tanultuk, apa. Jól van. Majd megérdeklődöm, hol lehet befizetni sétarepülésre. Majd együtt fölmegyünk. Ne, apu! Én egyedül szeretnék. Nem tudsz egyedül felszállni egy repülővel. De csak a pilóta legyen rajta, apu, kérlek. Akkor azt képzelhetem, hogy egyedül vagyok, egyes egyedül. Hát, meglátjuk. Ó, apa! Mikölyök? Isteni Mr. McWire! Még annál is szebb! Mikor kezdjük a tanulást? Tanulást? Milyen tanulást? Hát az órát!
Magától fogok tanulni. Várj csak egy kicsit, édesapád egy szót sem szólt nekem tanításról. Azt mondta az előbb, győződjünk meg róla, hogyan repül. Meg amúgy is ideges volt. Mit gondol, minek jöttünk a repülős iskolába? Ha tudtam volna, hogy meg akarsz tanulni repülni, még a földön volnánk, hogy megmutassam, mi mindent kell ellenőrizni felszállás előtt. Majd legközelebb megnézem. De megállom, kislány. Nem csak legközelebb. Minden egyes órán. Fedd vissza egy kicsit. Ne olyan gyorsan. Na, szépen könnyedén. Egyenletesen. Nagyszerű. Jól van. Hány évesnek kell lennem ahhoz, hogy egyedül felszállhassak? Hát először is meg kell tanulnod, hogyan kell. De egyedül akkor sem szállhatsz fel, csak 16 éves korod van. Ki szabja meg? A törvény. De akkor még évekig várhatok rá. Azt mondom, forduljunk vissza. Mi a véleményed? Értem. Mondd meg, mit érzel, amikor landolunk? Mintha a gép magától csinálná. Mintha érezné, hogyan kell. Értem, és ezt miből gondolod? Valahogy érzem. Mintha húzná lefelé a fenekemet, Mr. McWire. Jól van, ott kell érezni pontosan. Legközelebb, ha jössz, húzzál nadrágot. És ezentúl szólíthatsz Mac-nek. Tisztában van vele, hogy már több mint egy órája elmentek? Halálra izgultam magam. Miért? A tanítás egy óra. Tulajdonképpen néhány perccel még korábban is jött. Én egy szóval sem mondtam, hogy tanítsa. Mr. Lancel, Elnézést, félreértés volt, ne haragudjon. Freddy, ülj be a kocsiba. Vigyázz a fejedre. Mennyivel tartozom? Két dolcsi. Köszönöm. Jövök még meg. Nem tudom pontosan mikor, de hamarosan. Efelől nincs kétségem, kislány. Egy pillanatig se. Viszlát meg. Viszlát, Freddy. Ez az az ember, aki elvisz Mac-hez. Jól van, menj. Köszönöm, Steve.
ameddig nem érzed, hogy akad. Visszahúzod, így. Magad felé! Jó! És utána hátra jössz és megnézed. Tolj csak előre! Jó, ilyenkor látod, megemelkedik. Miután mindent ellenőriztünk, felszállhatsz. Valmont kastély, 1936. A lányoknak is meg kell kóstolniuk a pezsgőt. Freddy még túl kicsi. Én, dehogy. A pezsgő nem kicsi. Itt az a szokás, hogy már az újszülöttnek is pezsgőt adnak. Épp csak egy csöppet. És egyébként is. Ez igazán nagy esemény. A fiam érkezett meg. Méghozzá nem is egyedül, hanem az egész családjával. És végre megláthatom két édes unokámat, Delfint és Marie Frederikát. Csak Freddy nagymama. Értem. Szóval, Freddy. Kocsincsunk a találkozás örömére. A találkozás örömére. A találkozás örömére. Amikor óriási meglepetést ígértem nektek ma ebédre, nem túloztam. Bruno. Gyere ide! Üdvözöld a családodat, Bruno! Azért egy kicsit melegebben is üdvözölhetnél, fiam. Valójában alig ismerjük egymást. Ki tehet róla? Minden nyáron szinte rimánkodtam neked, hogy gyere, látogass meg minket, de hiába. Engem a külszolgálat a világ legtávolabbi tájaira szólított, de te eljöhettél volna. Tudod jól, hogy nem hagyhattam magukra anyai nagyszüleimet. Idősek és betegek voltak. És végül is ők voltak a szüleim, gondoskodnom kellett róluk. Hát akkor... Engedd meg, hogy bemutassalak mostoha anyádnak. Írd, drágám, ő a fiam, Bruno. Örvendek. Hölgyem. Miért nem szóltál előre? Bruno, fiacskám, szeretem a meglepetéseket. Freddy vagyok, a féltestvéred. Há, igen.
Egyáltalán nem úgy nézel ki, mint a fényképeken. Én megismertem a fényképek alapján. Te vagy Delfin. Itt maradsz egész hétre? Sajnos nem maradhatok, ugyanis vissza kell mennem a hadseregbe 2 nap múlva. Van valami terved a jövőt illetően, miután lesz reltél? Egyetemre megyek, politikával akarok foglalkozni. Aztán egyhamar miniszterelnök leszek, és megszabadítom a kormányt ettől a sok hülyétől. És kiket veszel fel a helyükbe? Egy erős kezű embert, egyetlen egyet a sok kretén helyére. Nézzétek meg, Hitler mire képes Németországban. Ezzel az ocsmány bűnözővel példálózol? Hitler politikai zseni. Leszerelte a kommunistákat, és helyükre tette a zsidókat. Na most már elég, elég a politikám. Mára különösen. Végre együtt a család, nem engedem, hogy elrontsátok ezt a napot. Meglepően jól lovagolsz. Azért mi is kaptunk némi nevelést Kaliforniában. Hány éves is vagy? Nem sokára 19. Tehát épp a veszélyes korban vagy, igaz? Veszélyes korban? A 20. születésnapomig anyám nem enged, hogy este 10 után menjek haza. Ami azt illeti, óka van rá, hogy bezárva tartson. Bizonyára attól fél, hogy örökölted a hajlamait. Indulj! Micsoda? Milyen hajlamait? Követelem, hogy azonnal magyarázd meg, amit az előbb mondtál. Miért? Édesanyád nem mondta el neked, hogy megszökött Dijonból, és Párizsba ment? Nem. Tényleg megszökött? Milyen érdekes. Nem annyira. Nem találták nagyon érdekesnek akkoriban. Amikor körülbelül annyi idős volt, mint most te, megszökött egy harmadrangú bárénekessel. Egy ideig együtt éltek Párizsban. A szeretője volt. Aztán találkozott apámmal, és elvetette magát vele. Egyébként azt mondják, hogy előtte rengeteg szeretője volt. Ki adta be neked ezt a rémes hazugságot? Tudod, Delfin, ez az oka annak is, hogy apám nem vihette többre a pályáján. Az ő háborús kitüntetéseivel és a nevével már rég miniszter lehetne. Ehelyett eltávolítják Franciaországból. Hazugság. Nem, nem, Delfin, sajnos. Bár csak hazugság volna, de sajnos igaz. Tény, hogy anyád mesztelen táncos nőkkel együtt lépett fel. Igazán figyelemre méltó, hogy sikerült előkelő hölgyé válni, ami után hozzáment apámhoz. Ezért a másért nem is csodálatot érdemel. Egy szót sem hiszek az egészből. Ha azt hiszed, hogy hazudok, menj, kérdezd meg őt. Amióta kettesben lovagoltál Brunóval, állandóan olyan búvalbélelt vagy. Csak fáradt vagyok. Vagy mégiscsak ő volt rád ilyen nagy hatással? Ide hallgass, ugye elmondod? Nincs mit elmondani. Megijesztettél. Remélem, nem mentek tönkre. Eve? Valami baj van? Semmi baj, Paul. Pedig a nagyszüleid bizonyosan megtanítottak az udvariasság szabályaira. Az udvariasság? A tisztelet jele. Én nem tisztelem a szajhákat.
mégis mit képzelsz? Mi volt ez? Válaszolj! Akkor a figurákat, nem. Te ostoba kölyök! Ki engedte meg, hogy ilyen nehéz mutatványokat hajts végre? Lezuhahattál volna! Ezerszer elolvastam a könyvből, hogy kell, álmomban is meg tudom csinálni. Azt segít neki! Légi mutatványokat szigorúan tilos végrehajtani tanár nélkül, és ejtőernyő nélkül. Ez soha többé elő ne forduljon, nem! Sehova nem mégy, amíg meg nem ígéred, hogy ilyet soha többé nem csinálsz. Világos? Helyzet, hogy igaza van a barátomnak. Sweet Castelli vagyok. Hello, Freddy Delance. Maga az, aki a második Amelia Earhart szeretne lenni. Meg sokat beszélt magáról. Szép figurák voltak, meg kell hagyni. Mutatós, de nem nehéz, Mr. Castelli. Tudja, meg barátommal hajdan mi is csináltunk ilyen mutatós bukfenceket odafönn, de most már nem áll szóba velem. Én most a filmszakmában vagyok, légimutatvány szakember. Meg is csinált légimutatványokat? Ő volt a legjobb. Sosem felejtem el, öregem, McWire Jane Harlow szerepében a pokol angyalaiban. Elég már. És női szerepeket is vállal? Persze, parókában is kifestve. Sajnos női pilótáink nincsenek, meg nagyon el kellene néhány. Na most már tűnés, Reed. Mi a bajod, Mac? A pénz az pénz. Még néhány óra is a kislány megcsinálja bármelyik mutatványt. Mi a véleménye? Sajnos nem lehet, Mr. Castelli. Először is két hét múlva elkezdődik az iskola, másodszor is az apám megölne, és harmadszor, ami a legfontosabb, meg abba hagyná a tanításomat. Jó, hát akkor talán jövőre, vagy két év múlva, ki tudja. Örülök, hogy megismertem. Az ember sohasem tudhatja. Meg! 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 Ez azt jelenti, hogy nem vihetem fel többé a gépet? Ne haragudj rám, Meg! Ígérem, hogy többé nem csinálok figurákat. Bocsánat, ez hiba volt, ne haragudj. Kérlek. Most már irány haza, kölyök. Köszönöm. Bocsánat. Köszönöm. Csendet kérek! Girihard nagy vagyok. Tegnap razziát tartottunk az egyik játékbarlangban az öbölben. Az önlányát is ittas állapotban hozták be. Amikor kiózanodott, akkor hivatkozott diplomáciai védettségére. A százados úr szólt, hogy hívjon fel önt. Köszönöm. Láthatnám? Természetesen. Már is intézkedem. Egy pillanat. Várjon itt. Bill? Engedd ki. Jöjjön. Miss de Lancel. Bocsáss meg, apa. Hadnagyúr, szeretném elkerülni a találkozást az újságírókkal, ha lehetne. Természetesen, uram. Kimehetnek a hátsó kijáraton. Mit kerestél te egy ilyen helyen? Ha egy mód is lett volna, hogy kikerüljek a börtönből, anélkül, hogy rád hivatkoztam volna, nem hozlak ilyen helyzetbe. Mindenki játszik. Egész jól kiegészítettem belőle az apanázsomat. A rendőrségen azt mondták, részeg voltál. Mondanak mindenfélét. Ha nem volnék diplomata, nem engedtek volna ki ilyen könnyen, feljelentettek volna. Nem tűröm, hogy továbbra is ezt az életmódot folytasd. Férfiak, partik, italozás, az úgynevezett barátaid. Nagyon rossz befolyást gyakorolnak rád, ezért megtiltom, hogy ezután találkozz velük. Ezzel tönkreteszed az életemet. Úgy látom, te magad teszed tönkre az életed, kislányom. Te nem szólhatsz egy szót sem. Mi?
Te hány éves voltál, amikor elszöktél a szeretőddel Párizsba? És hány évig éltél így, mielőtt hozzámentél apához? És egyáltalán hány szeretőd volt? Ki mondta neked ezeket a dolgokat? Bruno. Mindent elmondott. Amikor Franciaországban nyaraltunk, igazat mondott? Igen. Igazat. Elszöktem Párizsba. És volt egy szerelmem. De csak egy. És amíg édesapáddal nem találkoztam, egyedül éltem. Te álszent képmutató. A szüleid... Ezek szerint nem tudták megakadályozni, hogy azt csináld, amit akarsz. Drágán fizettél azért, hogy hozzám kötötted az életed. És most Delphi is megfizet. Ne szomorkodj, jó? Csak a nyáról van szó, tudod, hogy a nagymama kényeztetni fog, mint egy hercegnő. Nem szomorkodom. Legalább szabad leszek. És azért is jól fogom érezni magam, hiába küldenek oda azért, hogy urinőt neveljenek belőlem. Urinőt belőlem, fá! Te sosem hagytál cserben, Freddy. Soha. Köszönöm. Miért mondod most ezeket? Már rég akartam mondani. Amióta csak az eszemet tudom, a legfontosabb az volt számomra, hogy mi ketten jobban legyünk. Így is van. Szeretlek, te hülye. Gyere. Én is téged. Vigyázz anyára és apára. Szegény anyát iszonyatosan megbántottam. Azt hiszem, soha az életben nem fog megbocsátani nekem. Szerintem már megbocsájtott. Igen, tudom. Képmutatónak tartasz, de én... Miért nem mondtad el nekünk? Édesapátok tudott mindent, és megértett. Féltem, hogy ti nem értenétek meg. Biztos, vállalom a munkát. Áll az alkú? Komolyan? Egészen komolyan? Jó idejú, köszönöm, Sweet. Jó, akkor hétfőn találkozunk. Jó, köszönöm. Viszlát. Tudom, hogy a legrosszabb időpontot választottam arra, hogy elmondjam, amit szeretnék. Delphine épp most ment el, de én nem megyek főiskolára. Utálok tanulni. Eve, a lányainknak elment az esze. Freddy, azt csinálod, amit mondok. Már van munkám is. Miféle munkád? Bemutató repülés egy filmben. Ez nekem semmiség. Akkor követtük el a legnagyobb hibát, amikor megengedtük, hogy repülni tanulj. De erről szó sem lehet. Nem engedem, érted? Nem engedem. Nem tudod megakadályozni. Azt majd meglátjuk.
Vagy azt teszed, amit mondok, vagy elhagyod ezt a házat, és nem jössz vissza, míg meg nem jött az eszed. Megértetted? Igen, papa. Ne aggódj, drágám. Nem lesz semmi baj. Na igen, te mindig minden őrült ötletüket támogattad. Erről is te tehetsz. Freddy és Delphine olyanok, mint én voltam egykor, Paul. Többet akarnak az élettől, mint az átlagos, jól nevelt kislányok. Igen, de te aztán mégiscsak megváltoztál. Ők is megfognak. És amíg szeretsz, próbáld megérteni őket, és engedd, hogy éljék a saját életüket. Hello! Nincs szüksége alkalmazatra? Mi a fenét keresel itt? Az a helyzet, hogy nem akartam a szállodába menni egyedül. Szóval megszöktél otthonról. Kitessék értek. Hagyd el a házamat örökre, meg ilyenek. Megmondtam, hogy nem megyek főiskolára. Semmi kedvem poros könyvek közé temetni magam. És mihez fogsz kezdeni? Elmegyek dolgozni. Van egy-két lehetőségem. Nincs véletlenül egy szendvicsed, vagy valami ilyesmi? Vacsora előtt szöktél meg. Rossz időzítés. Köszi. A szüleid tudják, hogy hol vagy? Kérhetek egy kicsit abból is? Te tisztára megörültél könyök, ez viszki. Ha szomjas vagy, van szörp a fricsiben. Nem csoda, hogy kidobott az apád. Soha életemben nem voltam ennyire észnél. És igenis viszkit kérek, tanár úr. Nem bírom ezt a hülye tanárulazást. Nem, még sohasem hívtalak így. Nem? Hát akkor ezután se hívj így. Sweet említette, hogy munkát adott neked. Gondoltam, hogy megmondta. És mit válaszoltál? Elolvastam a forgatókönyvet, nem engedhetem. A gép felrobban és ejtőernyővel kell kiugrani. Megcsinálom, érted? A fészkes fenét. Akkor is megcsinálom. Ameddig én élek, addig nem. Megmondtam. Hagyjál. Nem tehetem, nem szabad. Szeres. De nem lehet. De igen, mindig is szerelmes voltam neked. Nem. Már késő nemet mondani. És szeretsz, tudom. Az életemnél is jobban. Bármikor meghalnék, érted? Akkor meg mi a probléma? Folytatása következik. Meg se csókolsz. Meg nem, nem. Előbb levetkőztetlek. Égyné. Szép. Apád lehetnék, értsd meg. Túl öreg vagyok hozzád, Freddy. De nekem ez nem számít. Én soha nem szerettem semmit.